Újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak a Máté Szalkai futballcsapat, mégpedig úgy, hogy a jó magyar kupa szereplés miatt kevés nyári pihenő jutott a játékosoknak. Ez meg is látszott az első fordulók teljesítményén, ugyanis 4 vereséggel kezdett az MMTK. Az 5. fordulóban Bákonyi György helyett már az U17-es csapattól érkező Siska Attila ült a kispadon, és a Baktalórádháza elleni 3-1-es sikerrel megtört a jég. A téli szünetet 19 ponttal a 10. helyen töltötték a szalkaiak, akik tavasszal újabb 21 pontot gyűjtöttek. A 12 győzelem, 4 döntetlen és 12 vereség, a 49 szerzett, illetve 49 kapott gól a 8. helyhez volt elegendő a 2015-2016-os szezonban a Máté Szalka számára. A kezdés után kiegyenesedtünk, elég szépen följöttünk az ősz végére, majd a tavaszunk már egy kicsit hektikusabbra sikeredett. Végül a 8. helyen zártunk, ami újoncként nem rossz eredmény, de így utólag a tavaszi szezon látva kihozhatunk volna többet is ebből. A Máté Szalkai MTK vezetősége a szezon előtt a 2.-6. hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként a csapat elé. Bár az együttes elmaradt a várakozástól, a klub elnöke látott előrelépést az elmúlt hónapokban. A csapat az új vezetőedző segítségével ugye csapategységet mutatott, a fiatalok beépítése az folyamatosan sikerült ebbe a csapatba is beépíteni őket, illetve az utánpótlás csapataink szerepeltetése, ami ugye 14 csapatról van szó, az jelentős ebben a szezonban is. Ezen kívül női szakosztályunk ugye a elmúlt években alakult, és most már azért előkelő 4. helyen végzett a megye első osztályi bajnokságban. Örömteli tény, hogy a gólkirály is a csapatunkból került ki, és utánpótlás csapataink közül pedig az U19-től az U16-ig MB2-es bajnokságokba szerepeltetjük a csapatainkat. A Máté Szalkai csapat július 5-én kezdi el a felkészülést, várhatóan 4-5 új játékossal a keretben. A megyei első osztályban augusztus 2. hétvégén rajtol majd a bajnokság.